egy régi álom teljesült ebben a városban. Egy olyan álom, amire győriek, vendégek, mi magyarok már régóta vártunk, egy multifunkcionális sportcsarnoknak a felépítésére. Én azt gondolom, hogy ezt a csarnokot a siker építette fel. A siker, hiszen az elmúlt időszakban visszatekintünk, és ránézek a fiatalokra, akkor siker-sikerre halmoztak, hiszen számtalan világversenyen, világbajnokságon, olimpián, Európa-bajnokságon, vagy éppen, hogyha kézilabdás lányokra nézek, BL döntőn sikert arattunk, arattak a lányok és a fiúk, és ez a siker, ez új lendületet adott a fiatalok számára is. Azon fiatalok számára, akik igenis sportolni szeretnének, akik szeretnének sikert elérni, akik szeretnének nap mint nap mozogni, egy szóval egészségesen élni. És természetesen én azt gondolom, ez a mai nap siker a városnak is. Siker önöknek, és egyben szeretnék köszönetet mondani. Szeretnék köszönetet mondani kedves győrieknek, kedves vendégeinknek, mindenkinek, aki hozzájárult és segített abban, hogy ez a csarnok felépülhetett, és a mai napon átadhatjuk. Ebből a sorból nem szeretném kiadni a magyar kormányt. Nem is tehetem, hiszen sok minden kell egy ilyen csarnok felépítésére. Sok együttgondolkodás, sok támogatás. Ezt a támogatást nem csak a gazdaságban, hanem ennek a csarnoknak a felépítésénél is megkapjuk a magyar kormánytól, hogy szívből köszönünk, hiszen közel 5 milliárd forinttal támogatták a multifunkcionális csarnoknak a felépítését. Kedves győriek, kedves sportot, művészetet szerető kedves vendégeim! Én azt kívánom mindnyájunknak, hogy a mai felemelkedett pillanatok után a jövőben is ebben a csodálatos multifunkcionális csarnokban sok olyan rendezvény legyen, ahol szurkolhatunk a magyaroknak, ahol szurkolhatunk a lányoknak és a fiúknak. Én hiszem azt, hogy ez a siker ezzel a mai nappal nem fejeződött be. Biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő időszakban, és ígérem önöknek, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy minél több világverseny jöjjön ebbe a multifunkcionális csarnokba, minél több olyan fantasztikus előadást láthassunk, ami örömet okoz majd számunkra. Kedves győriek, kedves sportolók, én köszönöm mindenkinek a segítséget, a támogatást, köszönöm szépen azoknak a szakembereknek, egészen a tervezéstől, a befejezésig, akik hihetetlen akarattal, üzleti tudással megvalósították 9 hónap alatt ezt a csodálatos csarnokot, és a mai napon mi győriek, mi magyarok ünnepelhetünk. Hajrá győr, hajrá győr! Köszönöm szépen! Szegedelmi miniszterpresident Orbán, Szeged Oberbürgermeister lieber Zsolt, liebe Frau Görbitz, liebe Anita und sehr geehrte Bürger der Stadt Tür. Tisztelt Orbán miniszterelnök úr, tisztelt Orkai polgármester úr, kedves Zsolt, kedves Görbitz Anita, tisztelt győri polgárok, kedves sportbarátok! Nagyon örülök, hogy itt lettek ma önöknek. Köszönöm szépen! Es ist mir eine ganz besondere Freude, heute mit Ihnen diese Halle eröffnen zu dürfen. Kiemelt öröm számomra az, hogy a mai napon önökkel együtt megnyithatom ezt a rendkívüli csarnokot. Diese Arena ist ein ganz wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Stadt Győr und in der Geschichte der Audi Hungaria. Ez az aréna egy igen fontos mérföldköve Győrváros fejlődésének és egyben az Audi Hungaria történetének. Die Audi Hungaria ist seit 21 Jahren ein Teil der Stadt. Az Audi Hungaria immár a 21 éve része ennek a városnak. Und sie umfasst in diesem Zusammenhang auch all die Menschen, die bei der Audi Hungaria selbst, bei den Dienstleistern und den Lieferanten hier arbeiten, und das sind mittlerweile 30.000. És az Audi fogalmam körébe értem mindazokat az embereket, akik közvetlenül vállalatunknál, az Audi Hungariánál, illetve szolgáltatóinknál, beszállítóinknál dolgoznak, ami ma már nem kevesebb, mint 30 000 embert és családot jelent. Wir haben große Respekt.
Wir haben großen Respekt vor dieser Aufgabe und freuen uns natürlich, dass wir 30.000 Familien Arbeit und Lebensunterhalt geben können. Nagyon örülünk és ennek a feladatnak, és nagy tisztelettel veszik a szerepünket és a városban. Kiemelt öröm számunkra az, hogy ennyi embernek munkát és feladatot adhatunk. Most pedig felkérném a Győri Audiétokázi csapatkapitányát, Görbic Attilát. Tisztelt miniszterelnök úr, polgármester úr, Faustman úr, kedves közönség, kedves győriek! Fantasztikus itt állni ebben a csodálatos arénában, sokak álma várt valóra. Hihetetlen, hogy ilyen gyorsan felépült ez a csarnok, régóta vártuk rá, ami azt hiszem minden győri és sportbarát ember örömére szolgál. Büszkék vagyunk rá, hogy a jövőben mi otthonunk lehet, és itt játszhatjuk a mérkőzéseinket. Most csend van, nem zúgnak a közönség hangja, de már így is hihetetlen, és remélem az ellenfeleink számára pedig félelmetes hangulata lesz ennek az arénának. Bár a csarnok alapkőletételénél azt mondtam, hogy nekem is nagyon nagy élmény lesz az Európa-bajnokságon itt játszani a mérkőzéseinket, de ezt az élet szerencsére felülírta. Ezért kívánom, hogy nagyon-nagyon sok sikert érjen el itt a magyar válogatott az Európa-bajnokságon, és hát szurkoljunk együtt a lelátónon és a tévéből. A mai összeletelünk apropója az, hogy átadjuk Magyarország legmodernebb sportarénáját. Úgy gondolom, itt mindenki egyetért abban, hogy ha van csapat Magyarországon, amely kiérdemelt egy ilyen létesítményt, akkor az épp a győri Audi Eto kézilabda csapata. A magyar történelem két híres női csapatot ismert. Az Egri nőkét, akik dobókapitánnyal megvédték a várat a töröktől, és a győri nőkét, akik Görbic kapitánnyal végigverték Európát. Zsinórban két bajnokok ligája győzelem, 11 magyar bajnoki cím, 10 magyar kupa győzelem. Ma tehát Európa legerősebb női kézilabda csapatának új otthonát adjuk át. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, és közben Győr a magyar női kézilabda utánpótlásának is legfontosabb bázisa lett. Alig ha van ma olyan magyar NB1-es női csapat, ahol ne játszana Eto nevelésű játékos. A győri kézis hölgyek maguk is szívükön viselik az utánpótlás nevelést, sőt van, aki jelenleg a szíve alatt is. Mi azonban nem csak a kézilabda csapatnak, hanem minden magyar embernek szeretnénk átadni ezt a pályát. Azt szeretnénk, ha minél többen sportolnának itt. Valójában abból a célból építettük ezt az arénát is, hogy mi magyarok egy sportért rajongó nemzetből sikeres, sportoló nemzetté váljunk. Kérem, ne feledjék, miközben hazánk méretét meghazottoló mennyiségű érmet gyűjt be az olimpiákon és más világversenyeken, addig az Európai Unióban, ez 28 országot jelent, a négy legkevesebbet mozgó ország között tartanak minket számon. A magyar fiataloknak mindössze 38% a sportol rendszeresen. Márpedig, tisztelt győriek, minden ország olyan lesz, amilyen a fiatalsága. Ezért létkérdés, hogy fiataljainkkal megszeretessük a sportot. A sport belépőt jelent a szabadság világába, ahol a szorgalom, a tehetség és az akaraterő mester hármasa számít, és nem a születés, nem az előjogok. És belépőt jelent a munka világába, ahol az lehetsz, és az is leszel,
amiért naponta keményen megdolgozol. Jó lenne megértetünk saját gyermekeinkkel, a következő nemzedékekkel, hogy aki elbújik a próbatételek elől, aki lebeszéli magát a megmérettetésről, mindig a sor végén fog kullogni, mert aki nem nevez be, nem is nyerhet. Kedves győri fiatalok és kedves győri szülők, kérem tehát önöket, sportoltassák gyermekeiket. Régi bölcsesség, hogy a sport két dologra tanít meg. Becsülettel győzni, és emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít, ami fontos az életben. Már az ókorban is úgy tartották, hogy ott kell várost építeni, ahol a folyók találkoznak egymással. Ma is azok a legsikeresebb városok, ahol a gazdasági vezetők, a politikai vezetés és a városlakók elképzelései találkoznak egymással. Györnek ezt sikerült megvalósítani a sportban és a gazdaságban egyaránt. Gratulálok hozzá! Ez a 6,5 milliárd forintból felépített... Ez a 6,5 milliárd forintból felépített 5000 férőhelyes aréna is a kormány, a város és a vállalkozások együttműködésének a példája. Az építkezést a kormány finanszírozta, az infrastruktúrát az önkormányzattal felesben álltuk, az üzemeltetéshez pedig jelentős összegekkel az Audi is hozzájárul majd. Végezetül pedig szeretnék még köszönetet mondani a mérnököknek és a munkásoknak, mindenkinek, akinek a munkáját dicséri ez a kivételes aréna. Győr új sportcsarnokát ezennel átadom. Hajrá Győr, hajrá Magyarország!